Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Most valami csodát fognak itt látni 60 szélén, olyat, ami még itt nem volt. Egy 1848-49-es szabadsághazban lejátszódott csatának az imitációt a magyar katonai hagyományőrzők fogják az önök számára bemutatni. Nagy szeretettel köszöntök tehát mindannyiukat a hagyományőrzők nevében is. Valami egészen másfajta harcot fognak itt látni, mint amilyet a televízióban szoktak, hiszen 19. századi háborúk még másról szóltak. Itt férfi emberek kiálltak egymásra szembe, és harcoltak nyíltan, bátran egymás szemébe nézve, és a tűzfegyvereik se voltak olyan félelmetesek, mint a mai napi. Hogy hogyan is harcoltak abban az időszakban a gyalogosok, a lovasok és a tüzérek, ezt is be fogják önöknek mutatni a magyar katonai hagyományőrzők. Csak így tájékoztatásként mondom, hogy az országút felüli oldalon van az osztrák sereg, a túloldalon a focipálya felől a magyar sereg látható. Itt a bevezetőben már hallották, hogy hogyan is jött létre 1849. április 2-án, 1-én és 2-án a 60-i ütközet. És ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy Kossuth Lajos Debrecenben már nagyon várta az, hogy a magyar sereg elinduljon, és visszafoglalja azokat a területeket, amelyet az előző hónapokban vesztettünk el, és amelyeket megszállt a császári sereg. Erre most minden feltétel adott volt, egy összpontosított magyar hadsereg állt Gyöngyös környékén, és várta, hogy megindítsa a híresre sikeredett tavaszi hadjáratát. Most tehát először ilyen harcászati formagyakorlatokat látnak, az egyik oldalon a huszárok, a másik oldalon pedig a gyalogosok. Először a gyalogosokra szólnék néhány szót. Látják, hogy egy ilyen viszonylag zárt alakzatban állnak, császári királyi egyenruhába, nevezetesen a 34. gyalogezred ruhájába. Ők császáriak elvileg, gyakorlatilag magyar katonák voltak, hiszen ennek a hadkiegészítő területe Magyarországon volt. Onnan lehet őket megkülönböztetni, hogy szoros kék nadrágjuk van rajta, vitézkötés a két combon. A gyalogosoknál fontos volt az egyszerre történő mozgás a fegyvernek a betöltésénél, célratartásnál, és egyszerre kellett történjen a lövésnek is. Nagyon fontos szerepe volt a dobnak, hiszen a parancsnoknak a parancsait ez a dob továbbította. Ahogy a parancsnok adja ki a vezényszavakat, a dobos ugyanazt ismétli. Ezt minden katona hallja. A töltési fogások után egyszerre kell minden katonának leadni a lövését. Így utólag felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy nagyot fog szólni. De nem kell megijedni, hiszen csak lőpor, illetve némi kis papír van a csőbe, tehát senkinek semmi baja nem fog történni. Ennél még sokkal nagyobbat fognak szólni az ágyuk, de azok is teljesen veszélytelenek. Közben a lovasság is végzi a forma gyakorlatait. Itt is jó részt huszárokat látnak, illetve vértesnek öltözött huszárokat is, de hát akik most ilyen szép fehér köppenbe vannak, fekete vértbe és sisakba, igazából ők is huszárok, csak most neki kellett beöltözni ellenségnek. Higgyék, nem nagy örömmel teszik ez, de hát másképp nem nincsen csata. A vértesek voltak a császári királyi hadsereg németek szerint elitlovassága, mi szerint persze a huszárok voltak ezek. A kettő között az volt a különbség, hogy a vértesek nehéz lovasságnak számítottak, míg a huszárok pedig könnyű lovasságnak. Ez nem csak a lovak méretén és nagyságán múlott, hanem azon is, hogy mi volt a feladatuk. A nehéz lovasságnak mindig sorban állva az ellenség harcrendjét kellett áttörni, míg a huszárok, illetve más könnyű lovas csapatnak pedig ilyen kötetlen harcot folytattak, portyáztak, különböző vállalkozásokat vezettek, foglyokat szereztek, stb. De ha kellett, ők is beálltak sorba és vezettek zárt harcrendű rohamot. Ezt is tudniuk kellett a huszároknak. A huszárok támadáshoz, mint ahogy most látjuk, ők is felfejlődtek vonalba. Olyan módon kellett az ellenséget megtámadni, hogy a lófejek egy vonalban érjék el az ellenségnek a vonát. Ez nagyon-nagyon sok gyakorlást igényelt, de hát ezt tudni kellett egy gyakorlott huszárnak. A sportpálya felüli oldalon kék egyenruhás gyalogosok is látunk, ők nemzetőrök. 1848-ban az áprilisi törvényekben a 22. törvénycikk szólt arról, hogy minden magyar
felnőtt férfi embernek nemzetőri szolgálatot kellett ellátnia, azért, hogy védje a saját települését. Nekik is meg kellett tanulni a fegyverrel való bánást, nagyjából azt az együtt mozgást, ami a sorkatonáknak is. És ez azért is jó volt, mert később őket is harcolták, őket is alkalmazták a harcok során. A lovasság közben különböző jármódokban mutatja be, hogy hogyan is kellett nekik mozogni. A Magyar Honvédsereg soraiban sokféle katona megfordult, nem csak császári királyi hadseregből átállt sorcsapatok, nemzetőrök, hanem népfelkelők, önkéntesek, különböző szervezetben, alakulatban, légiók, kaszások. Tehát aki hozzá tudott valamit tenni a haza ügyéhez, az azért csatlakozott a honvédsereghez. A tűzfegyverek ebben az időszakban úgynevezett csapantyús fegyverek voltak, ami azt jelenti, hogy elől töltötték be a lőport és az ólomgolyót, illetve egy ilyen kis csapantyús segítségével történt a lövés. Ez egy kis durranó higgannyal töltött szelence volt, amit a fegyver hátsó részén lévő serpenyőbe helyeztek. Erre ütött rá egy kalapács, és egy kis szúrólángot adott a csőbe. Ezek a lövések, amiket leadtak a gyalogosok, nem volt túlságosan pontos, hiszen 150 lépésre egy húzagolatlan fegyverből leadott lövés nem lehet túl pontos, de hogyha a célra sokan lőttek, mondjuk egy zászlaj 1000 embere, ott már biztosan okoztak valamilyen pusztítást. A gyalogosok harcászata viszonylag egyszerű, ez azért is jó volt ebben az időszakban, hiszen a honvédsereg katonáinak nem volt sok idejük, hogy begyakorolják a mozgásokat. Amit kellett, azt viszont gyorsan megtanulták. Ez nagyjából az alakzat tartása, az, hogy egy vonalba tudjanak menni. Viszonylag lassan, úgynevezett gránátos lépésbe mentek. Itt a fehér gyalogos alakzat közepén látnak gránátosokat ebbe a nagy medvebőr kucsmába. Ők voltak a gyalogság elit csapatneme. Gránátosoknak azért hívták őket, mert amikor megalakultak ők, akkor ilyen gránátot, kézigránátot is hordtak a zsákjukba, de erre az időszakra ez a gránát már kikapott az eszköztárukból. Most úgy érezhetjük magunkat, mint egy 19. század közepi gyakorlótéren, egy szép nagy dandár laktanya mellett, ahol a lovasok, gyalogosok és a tüzérek is gyakorolnak. Egészen ritka látvány ez. Főleg az, hogy ilyen sok lovas összejön. A huszárság az a lovas csapat, nem, ami igazából magyar, és ezzel járultunk mi hozzá az európai hadtörténelemhez. A huszárok öltözete igen jellemző, és hát ugye magyaros, több részből áll. Közben itt előttem a gyalogosok rohamoztak teljesen félelmetesen. Bár hogyha a szuronyt főztették volna a puskájukra, még félelmetesebb lett volna. Visszatérve a huszárok felszereléséhez és ruházatához, jellegzetes a csákó, a huszárcsákó, amelyen magas, ilyen henger alakú. Ennek a felső része volt egy fém merevítés, amely védte a huszár fejét. Alatta volt a dolmány és a mente. A mentét azt mindig a vállon tartották, amely védte a szárat tartó kezet. A színek minden ezrednél másképpen alakultak. Akik itt láthatók, ők a Kóburg huszárezred, 8. huszárezred katonái, piros csákó, zöld mente és dolmány, illetve piros nadrágban voltak ők. De teljesen változatosak voltak az alakulatoknak a ruházatai. A színnek tulajdonképpen azt a célt szolgálták, hogy a katonák mindig tudták, hogy melyik ezredhez tartoznak, hisz ebben a korban számokat, betűket nem nagyon ismertek. És végre megszólalt egy löveg is, egy ágyú, jelezvéni, hogy a tüzérek is itt vannak, hiszen nélkülük igazából egy hadsereg sem ütőképes. Gondoljunk csak az elmúlt évben ünnepelt Gábor Áronra,
200 évvel ezelőtt született, hogy mit jelentett az ő tevékenysége a székelyek ellenállásához 1848. decemberében. Közben a másik oldalon a huszárok párbajt is gyakorolnak, éppen egy vértes és egy huszár egymás ellen. Bizonyosan olvasták Jókainak a Kőszívű ember fiait, amelyben egy ilyen párbajt ír le, amely valójában nem oly messze, Tápióbicskán játszódott le valójában. Mindenképpen a huszároknak tudni kellett a párbajt is, de elsősorban a rohamok és a közös harc volt a jellemző ebben az időszakban. De természetesen meg kellett tudni állni a helyüket, akár egyedül is. Híresek voltak a huszárok portyázásai 48-49-ben épp úgy, mint korábban a napoleoni háborúk során is. A császári kerületi hadseregnek összesen 12 huszárezrede volt, ezt mind a két huszárezredet Magyarországról egészítették ki, tehát magyar legénységű volt, bár hozzá kell tenni, hogy Magyarország ebben az időszakban is már egy sok nemzetiségű ország volt. Tehát Franz Schlick altábornagy vezette, azzal a feladattal érkeztek ide 60-ba, hogy derítsék föl, hogy velük szembe milyen magyar erők állomásoznak, és erről tegyen jelentést a császári fővezérnek, Alfred zu Windischgrätz tábornagynak. Ennek a feladatnak kívánt tehát megfelelni Schlick tábornok. Persze ezt úgy nem lehet megállapítani, hogyha bennül a városba, úgyhogy mentek ki a járőrök. Látjuk is, hogy most éppen a vértes ruhába öltözött lovasság indul, hogy szétnézzen Hort környékén, hogy találnak-e ott magyar lovasokat, vagy esetleg egy magyar tábort, ahol meg tudnák számolni, hogy hány magyar katona tartózkodik. Persze a huszárok is hasonlót tesznek, és már ki is alakulnak az első lovas csetepaték. Próbálják egymást kölcsönösen távol tartani. Túloldalon is indul egy lovas különítmény, ők is a császáriakat szolgálják. Bár huszár ruhában vannak, de ne tévesszék meg őket, ők most a császári oldalon harcolnak. Fehér szallag van a csákójuk, ott arról lehet megismerni őket. Egyébként Miklós huszárok, ehhez a huszár ezredhez tartozott Gáspár ezredes is annak idején. Újabb és újabb huszár erősítések érkeznek, belemelegednek a harcba. Rengeteg a halott és a sebesült, csak azok most nem látszódnak. Halljuk az ellenség lovasságának a trombitását, hiszen már hír érkezik arról, hogy a magyar csapatok is roppant mozgékonyak, és elkezdődtek a harcok. A császáriak most visszavonultak, a magyar huszárjárők még folytatják a felderítést, és hát bizony eljutnak az ellenség vonaláig, és hát van mit jelenteni a parancsnoknak, hiszen itt jócskán itt van egy egész komplett császári hadtest, legalább 8000 ember, 3 hadosztályban. Itt van Liechtenstein tábornok, Lobkowitz tábornok, fantasztikus nevek ezek a császári királyi hadsereg történetébe, tehát nem akárkit győztünk le, nyugodtan lehetünk nagyon büszkék. Most azt a mozzanatot látjuk, hogy a tüzérek elfoglalják a tüzállásukat, hiszen minden valamire való harc tüzérségi előkészítéssel kezdődik. Azt mondták ebben a korban, hogy egy hadseregben 1000 katonára legalább 4 lövegnek kell jutni, akkor jó a fegyvernemek aránya, és akkor lesz hatékony egy hadsereg. Itt is most ezt próbálták bemutatni a hagyományőrzők. A tüzérség jellemzője ebben az időszakban hasonló volt, mint a gyalogosé, tehát sima csövű, elöltöltös lövegekről beszélünk, tehát előről a tüzérkezelő behelyezi a lőport, majd a lövedéket, hátul a gyújtónyíláson keresztül pedig ezt meggyújtják, mármint a lőport töltetet. Ezekkel a lövegekkel körülbelül 1000 lépéses lőtávolság lehetett előni. Tömör vadgolyót, vagy gránátot, vagyis robbanó golyót, de akár sörétet, kartácsot, világító golyót, sokféle eszközt ki lehetett lőni. A gránát az egy robbanó lövedék, ami azt jelenti, hogy leesés után
felrobbant a golyóban lévő lőpor, és kb. 50 méterig pusztította az közelben lévő ellenséget. Ezeknek a lövegeknek a tűzbiztonsága kb. Ilyen 70%-os volt, tehát 10 lövésből 7 sikerült, akkor az egy kiváló kezelő személyzet volt. Sok probléma lehetett, nedves a lőpor, vagy a gyutacsban nem volt megfelelő tömörségű lőpor, tehát nagyon sok hiba adódhatott elő. Persze lehetett kezelő hiba is, ezt a tüzérek úgy hívják, hogy kezelő ballisztika. A tüzérségi előkészítés alatt a parancsnokok felsorakoztatják a gyalogságot, és följár a lovasság is. A tüzérségi tűz arra is lehetőséget az, hogy az ellenséget meg tudják figyelni a parancsnokok, hol mennyien állnak, hol lehet meg valamelyik szárnyat megkerülni, hiszen a szemből támadás az mindig nagyon-nagyon veszteséggel jár. Valójában április 2-án délelőtt 10 óra felékén Schlick-tábornok elrendelte, hogy a csapatai álljanak föl itt a Szőlőhegyen, Hort irányába, alakítsanak ki egy olyan harcrendet, amelynek a bal szárnyán a Lobkowicz hadosztályát, bocsánat, a jobb szárnyán a Lobkowicz hadosztály, bal szárnyán a Liechtenstein hadosztály, hátul a településnél pedig a hadtestnek a lovassága, a Montenovo lovas hadosztály. A tüzérességi lövegek fönnálltak a magaslaton, és onnan lőttek Hort felé. Később Schlick-tábornok még előre vitte a csapatait le a horpadásba, tehát a magaslat elé, most éppen ezt látjuk. Miközben Gáspár tábornok is felsorakoztatta a csapatait, Hort előtt mind a két hadosztály, a Pöltenberg és a Gáspár hadosztály is. Ez volt az első ütközet, amit Gáspár ezredes vezetett, úgyhogy még nagy tapasztalata nem volt, úgyhogy kicsit félt, hogy mi is fog történni, és leginkább erősítésekre várt kezdetben. Volt ugyanis ecséden egy különít egy dandár, a liptai dandár, érkezését várták, illetve arról is hírt kapott, hogy a Jászság felől a harmadik hadtest egyik hadosztálya, a Viszocki hadosztálya is Csány felé érkezik. Megindult tehát a gyalogság és a tüzérségi harc, most ennek lehetünk szemtanúi. Ezek azért nem olyan gyors mozdulatok, mint az akciófilmekben látták, illetve megszokták. Ez inkább közelít valósághoz. Hiszen puskások is percenként egyet-kettőt tudtak lőni, annál gyorsabban nem lehetett betölteni ezt a fegyvert. Látják azt is, hogy ezeket a fegyvereket csak álló helyzetben lehet betölteni. Ez azt jelenti, hogy a katona nem tudott lehajolni, letérdelni vagy lefeküdni, hiszen akkor nem tudta volna megtölteni a fegyverét. Csak álló helyzetben. Még azt sem nagyon szerették a parancsnokok, hogy a katonák félrehúzzák a fejüket, hogyha golyós üvítést hallanak. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy ne rángasd a fejedet, mert beleütöd egy golyóba. Úgy látjuk, hogy közelebb haladunk, egyre hatékonyabbak kezdtek ezek a lövések. Szerencsére azért ott vannak a zászlójak mögött a szanitécek, a markotányosok. Markotányosoknál mindenféle ilyen első segélycsomagok. És most sor kell a közelharcra is. Látjuk, mindenféle eszközzel harcolnak a honvédek, még karikás ostorral is. Igen, hatékonyan, jó megijedt tőle az ellenség. Ebben az időszakban egyébként minden zászlajnál, tehát kb. 1000 emberre jutott 3 orvos, egy főorvos és 2 alorvos. Alorvos persze lehetett a Borbély vagy Kovács is, az a lényeg, hogy kiválóan tudjon amputálni. Egyébként, ha belegondolnak, hogy 1,5 centi átmérő ólomgolyót lőttek ki ezekből a puskákból, és az ólom az olyan nagyon puha fém, ami ahogy eléri az emberi testet, lapul, egyre nagy pusztítást okoz. Közben a lovasság is megkezdi a kis rohamát.
Mind a két szárnyon lovassági harc alakul ki, ahogy az annak idején szokás volt. Valójában beérkezik az ellenség bal szárnyára a liptai dandár, illetve szépen közelik az ellenség jobb szárnyához Csány felől a Viszocki hadosztály, és ők rögtön előre is küldték a lovasságukat. A Ferdinánd huszárezrettől, a Sándor huszárezrettől, akik azonnal megpróbáltak támadni, átkarolni az ellenségnek a harcrendjét. A parancsnokok nem engedték, hogy sokáig tartson a lovassági összeütközés, hiszen ilyenkor nem a katonai közös harcolása az elsődleges, hanem az egyes katonáknak a bátorsága, a felkészültsége. Viszont a parancsnokok jobban szeretik, hogyha közösségben harcolnak a katonák, egymást támogatva, úgy eredményesebb lehet a harc. Ezért ilyenkor sűrűn hangzott a trombita szó, ami visszarendelte a lovasokat, rendezték sorokat és újraindított a támadás. A magyar csapatok szép lassan tért nyernek, leszorították az ellenséget a szőlődombokról, Schlick tábornak egyre inkább a helység 60 előterébe kényszerül, leginkább már a helység harcra készül föl. Előző nap a 60-i híd mellé még felépítetett egy hadihidat is, hogyha esetleg gyorsan kellene kiüríteni 60-t, akkor nehogy a csapatok ide szoruljanak a meglévő régi híd mellé, hanem két hídon keresztül tudjanak hátravonulni. Schlick tábornok volt egyébként a császári hadsereg egyik legkiválóbb tábornoka. Magyar oldalon is tisztelték. Régen ő huszár volt, huszár ezret parancsnok. Még a szabadságharc elején a huszárok kérték is, hogy jöjjön át az ő oldalukra harcolni, mert tisztelték, becsülték. Magyar tábornak épp karba azt mondták, hogy a félszemű Schlick egy szemével többet lát, mint az egész császári vezérkar együttvéve. A csapatok egyre inkább összeszorulnak most majd a 60 előterébe, ennek megfelelően egyre mozgalmassábbá válik a bemutató. Időnként a vértesek lehullanak a lóról, de hát ez már csak együtt jár a harca, meg a lovas tudománnyal. Úgy látszik azért a sebesültek és halottak, és már meggyógyultak. Úgy látszik a markotányosok, illetve az orvosok igen jó munkát végeztek. De lehet, hogy a markotányosoknál lévő kancsóba lévő bor vagy pálinka még inkább hatásos volt. Azt láthatjuk, hogy a császáriak most már a városka védelmére összpontosulnak, tüzérséget is bevitték a házak közé. Egyébként Schlick tábornok olyan parancsot kapott, hogy amennyiben kiürítené 60-t, gyújtsa fel a települést, hogy a magyaroknak már ne legyen sok hasznuk, ha elfoglalják a várost. Szerencsére ezt nem tudták megoldani, nem tudták végrehajtani. Gáspár tábornok is egyre inkább belemergedett a támadásba, és most már mindenképpen szerette volna visszafoglalni a várost, illetve a Zagyva vonalát. És a Csány felől beérkező Viszocki hadosztály egyre növelte a reményeit, hogy ez sikerül is fog neki. A császáriak persze nem adják föl, és újabb ellenlökést, ellentámadást hajtanak végre. Megpróbálják a honvéd csapatokat megzavarni. Úgy tűnik most sikerül egy ilyen kis gyalogos különítményt körbevenni, de ők nagyon ügyesen létrehoznak egy ilyen kis alakzatot, egy négyszöget, vagy csomót, amelyben körkörösen tudnak védekezni.
egész addig, amíg meg nem érkeznek a huszárok a felmentésükre. Hagyományőrzők ezt most gyönyörűen mutatják be, valójában is így történt. Kicsit több emberrel. Föl a Szent Háborúra, Petőfi Sándor vers. Az ilyen harcokban a parancsnokok elhatároznak sok mindent előre, de hogy aztán mi történik, az sokszor teljesen esetleges. Pillanatnyi akár szerencsés sikerek is megfordíthatnak egy harc vagy ütközet sorsát. Ez sűrűn előfordult a szabadságharcba is. Sokszor csak nüanszi dolgokon múlik egy-egy siker vagy vereség. Vagy egy makarancos lovon. Huszár azonban újra lesz a problémákon, és újra tudja rendezni a sorait, a huszár alakzat, miként a vértesek is visszavonulnak. Az égőházaknak a füstje azt is érzékelteti számunkra, hogy ebben a korban a harctereken, csatatereken valóban a katonák alig láttak valamit, hiszen a lőporfüst szinte mindent elborított, és sokszor csak így a ködben tapogatoztak a parancsnokok. Majd figyeljék meg, hogy egy-egy sortűz után, amikor egy ilyen gyalogos társaság lő, lead egy sortüzet, milyen füstfelhő gomolyog körülöttük. Most képzeljék el, hogy minden oldalon 6-8 ezer ember teszi még, ráadásul 50-60 löveg, hogy milyen füst boríthatta el a csatateret. Úgy látszik, a császárok ismét egy támadásra próbálkoznak, de hát ilyen magyar túlerővel szemben nem valószínűleg szerencsések vagy sikeresek lesznek. De majd mindjárt kiderül. Egy szép ösztűznek lehetünk szemtanúi, egy-két késéssel. És ismét a közelharc, amelyben a lovasság is igyekszik majd beavatkozni. Sőt, a tüzérség is. Kérem, higgyék el, hogy a hagyományozók részéről nagyon sok gyakorlás kell ahhoz, hogy egy ilyen bemutató így kinézzen, hogy önök valóban érezhessenek valamit abból a hangulatból, ami jellemző volt egy harcra, ütközetre abban az időszakban. Nagyon sok szabad időt áldoznak arra, hogy jól nézzen ki, megtanulják azokat a mozgásokat, ami érzékelteti a valóságot. Mert egy igazi katonai hagyományozónak nem csak az egyenruhája olyan, mint az eredeti, hanem a mozgása, a megjelenése, a viselkedése is. Ez mind nagyon sok fontos összetevő, aminek mind passzolni kell. Legyőzöm én a kőzt, a gázt, a képet, kezemberi. A vértesek ismét visszavonultak, de persze a huszárok nem hagyják őket, úgyhogy nyomon követik. Most már szép lassan kijutnak 60 mellé, és lassan elkezdődnek a városban vívott harc eseményei. Ebbe állítólag még a 60-i polgárok is részt vettek, akinek volt puskája, az kiki lövöldözgetett az ablakon, és persze bátorsága. Katonák nem nagyon szerették még ebbe az időszakba, hogyha a polgári, aki belavatkoznak a harcba, hiszen a sportszerűtlennek tartották. De hát ez egy olyan nemzeti háború volt, amikor óhatatlanul minden magyar ember megpróbált hozzátenni valamit a harcok sikeréhez. Örökkön élő, sosem emelő, üdes
legnagyobb erő. A harc egyre elkeseredettebb, mint látjuk. A császáriak erőltetik azt, hogy minél tovább kitartsanak itt 60-ba, a magyar fél minél több erőt felvonultasson, hiszen akkor derül ki, hogy igazán hányan is vannak itt, akkor tud majd Schlick tábornok pontos adatot jelenteni parancsnokának, Windischgesz tábornagynak. Az előbb hallottak itt egy sivítást is, az egy röppentyűtől származott, hiszen ebben az időszakban már rakétákat is alkalmaztak, nem olyan régen a császári hadseregben. Ez egy háromrábú állvány volt, amiről egy ilyen hatfontos golyót lehetett kilőni, mégpedig úgy, hogy hozzáerősítettek egy rakétatestet, egy vezetőpálcát, és ezzel lehetett meredek röppályán az ellenség felé lőni. Hát igazából nem voltak pontos eszközök ezek, viszont félelmetes volt a sivítások, különösen lovasságot nagyon könnyen szétverte, bár nagy veszteséget az ellenségnek nem okozott. Egyáltalán ezekben a harcokban még a nagy veszteség okozás nem nagyon jellemző. Úgy tartják, hogy a 19. század közepén, de még ez a napoleoni háborúkra is igaz, a résztvevő erőknek kb. 10%-a halt meg, sebesült meg, vagy tűnt el. A 20. századi döbbenetes háborúkhoz képest ez igazán barátságosnak is nevezhető. Valószínűleg a császárok utolsó nagy erőkifejtését láttuk, hogy az ellenséget távol tartsák 60-tól, de hát a magyarok sem alkusznak és vonulnak ismét előre. Hát, ha most már sikeres lesz a város elfoglalása. Gondoljanak be abba is, hogy itt a katonák nem csak egész nap harcoltak 60 előtt, hanem még ide is kellett érniük aznap. Van akinek Hortról, van akinek Csányról, vagy még messzibbről. Tehát sokszor óriási menetteljesítmények is jellemzőek voltak ezeknek a koroknak a harcaira. Lassan most már olyan helyzetbe jutunk, hogy eljutunk arra a térszínre, ahol valójában is annak idején az ütközet zajlott, ide a Zagyva híd mellé, és most már a magyar csapatok a híd környékét támadják, hiszen jó lenne elfoglalni a hidat, mégpedig oly módon, hogy északról és délről a Zagyva mentén eljutni idáig, hiszen akkor esetleg a császári csapatokat sikerülne elvágni a visszavonulási útjuktól, ez nagy siker lenne. Persze azt tudják a császáriak is, hogy a magyaroknak ez a céljuk, így hogy nyilván ezt meg akarják mindenáron akadályozni. Most meglátjuk, hogy sikerül nekik. Nagy tétbe lehet fogadni. Látják, a csapatok készülnek a további harcra, a töltések, az alakzat rendezése történik. A lemaradottak megkeresik a helyüket. Szerencsére a nem színvakok simán meg tudják találni, hogy hol is álltak korábban. Tehát a magyar csapatok célja most már egyértelműen, hogy megpróbálják az ellenség visszavonulását megakadályozni, ami tehát nem egyszerű, hiszen az ellenség befészkelte magát ide 60-ba. Látjuk, a templom toronyban még egy figyelőpontot is létesítettek, hogy jelezzék azt a parancsnok számára, hogy melyik irányból jönnek nagyobb magyar erők, hogy megfelelő csapatokat tudjanak ellenünk küldeni. Schlick tábornok egyre inkább viszi a csapatait a híd felé,
hogy azt mindenképpen fedezni tudja, egy ilyen hídfőt épít ki, ez erre a megfelelő szakkifejezés, ahova beviszi a lövegeit is, illetve a csapatokat összpontosítja. Leginkább a lovasság az, amelyik a támadó honvéd csapatokat megpróbálja távol tartani. A városharc abban az időben is legalább annyira kegyetlen volt, mint manapság, hiszen házról házra kell elfoglalni egy települést, minden házat újra elfoglal az ellenség, vissza kell foglalni, egy ilyen lüktető harc, amely bizony nem nagyon, amelyben nem nagyon megoldható az, hogy közösen ösztüzeket leadva harcolnak a katonák. Sokszor a katonák egyén ügyességére, kiképzettségére van bízva a siker. Városharcban különösen nagy hasznot szolgál a röppentyű, hiszen be lehet lőni a város közepére. Erre voltak még tüzérségi lövelek is, ezeket úgy hívták, hogy tarackok. Ezekkel meredek röppájával lehetett lőni. A gyalogosok most ezt a közelharcot szemléltetik itt a városban. Kékruhás nemzetőr csapataink úgy tűnik, hogy sikerrel harcolnak a császári oldalon harcoló fekete, ismeretlen egyenruhás csapatokkal. Állítólag a gáton túl már a hídépítés zajlik. Akik a gáton vannak és megfordulnak, valószínűleg ezt látják. Ha intenek nekem, hogy így van, akkor biztos, mert én innen nem látom. Nem mint senki, tehát olyan gyorsan épül a híd, hogy nem is látszik. Mindenesetre jól látszik, hogy a császári csapatok szépen. A magyar csapatok a támadást erősítik lövegek előrevonásával, hiszen ezekkel lehet a hídfőből igazán kikergetni az ellenséget. Az lenne jó, hogyha nem tudnák lebontani a hidat, még a magyarok odaérnek, úgyhogy az üldözést azonnal be lehetne vezetni, hogyha az ellenség nem tudja leszakítani az üldözőket, ez egy fél siker. De persze ez a Schlick-tábornak is nagyon jól tudta, és erre törekszik. Úgy látszik, a császári lovasság is most már a híd védelmére koncentrál. Megérkezett ugyanis a Viszocki hadosztály is Csány felől, beavatkozva a harmadik hadtest igen jó alakulatai. Például itt van a lengyel légió is, amely közvetlenül szeretne a hidat támadni. Egyre inkább tudják a magyar oldalon, hogy aki a hidat ellekamarabb elérni, azért lesz a nap dicsősége. Annak van esélye, hogy kitüntessék őt valamilyen szép katonai renddel. Nincs is szebb dolog, mint amikor a zászlóra föltűzik ezt a kitüntetést. Szerencsére a szabadságharcban sok ilyen esemény történhetett. A zászlóknak egyébként nagyon fontos szerepe van a harcban, hiszen amíg a zászló lobog, addig egy katona sem hagyhatja el a harcok helyszínét. A közösséget fejezi ki a zászló. Annak az elvesztése, annak a katonai alakulatnak a legnagyobb szégyene. Ezt nem nagyon vállalták fel a katonák. Ezért van, hogy a történelemkönyvek sokszor felsorolják, hogy egy-egy ütközetben vagy csatában valamelyik fél zsákmányot, ennyi ágyút és ennyi zászlót, hiszen a zászló az a dicsőség. Sokszor sok helyen a megszerzett zászlókat templomokba helyezték el. A lovasság általában nem vitt magával zászlót a harcokba, pontosan azért, mert nagyon nehéz megvédeni. A gyalogságnál viszont mindig ott lobogott.
úgy tűnik a magyar csapatok most már minden oldalról körbevették a hídfőt, úgyhogy császáriak visszaszorultak erre a kis területre itt a híd előtt. A híd valószínűleg annak idején is ott lehetett, ahol most ez a betonhíd volt, van. A császári csapatok egyébként rendelkeztek megfelelő hadi híd készlettel, amely úgynevezett vegyes építésű híd volt. Ez azt jelenti, hogy a partoknál ilyen baklábokon álltak a deszkák, amiken át lehetett kelni, középen pedig néhány ponton hidalta át a folyó részt, ahol a baklább már nagyon lesüllyedt volna. Ezt úgynevezett Birágó hídnak hívják, egy Birágó nevű hídépítész találta föl. Ezzel néhány perc alatt lehetett építeni egy hadihidat, és le is lehetett bontani. Ez itt 60-nál meg is történt, de nem csak ezt a hadihidat bontották le gyorsan a visszavonuló császáriak, hanem még a régi állóhidat is, annak is felszedték a talpfáit, hogy a magyar csapatok ne tudják őket üldözni. Látjuk, a császári csapatok most fölmennek már a gátra, vagyis tulajdonképpen a híd közvetlen előterébe. A csapatok egy része már átkelt a Zagyva túlsó oldalára, tulajdonképpen arra az oldalra, ahol most vagyunk. És szétbontakozva a folyócska partján lőtték az ellenséget, próbálták távol tartani a hittól. Több-kevesebb sikerrel végezték ezt a műveletet. Úgy látszik, a császáriaknak még a löveget is sikerült fölvontatni a gátra, ami nem egy kis teljesítmény. Lóhíján ezt a kezelőknek kellett elvégezni, hát nem irigylem őket. Tulajdonképpen az előző nap kezdődött meg a tavaszi hadjárat április 1-én, tehát ez az első ütközet. Az első harcok mindig ilyen fontosak. Ebben az esetben is ez történik, ezért is erőlteti nagyon Gáspár a támadást és a híd elfoglalását. És hát nem csak a parancsnokainak tudja ezáltal bebizonyítani, hogy ő képes elvezetni egy nagyobb köteléket, hanem magának is. Gáspár András, aki ezt az ütközetet magyar részről vezette, egyébként egy kecskeméti huszártiszt volt. Évtizedeket szolgált a császári királyi hadseregbe, közhuszárként kezdte, majd altiszt, tiszt volt. Állítólag ő tanította Ferenc Józsefet lovagolni. Igazából egy császárhű embernek gondolhatjuk, de a magyarság ügyért harcolt mégis. Egész addig, amíg Debrecenben ki nem mondták a trónfosztást, akkor ő visszavonult a katonai szolgálattól. Valószínűleg ennek köszönhette, hogy nem ő lett a 14. aradi vértanú. A császáriak tehát visszavonulnak most már híthoz, valószínűleg szép lassan átkelnek a túlsó oldalra. Valójában ez nem egy szép lassú átkelés volt, hanem igyekeztek a végén már igen nagyon, hiszen a magyar honvéd csapatok és a lengyel légió is kijutott a partra, és hát egy állandó tűzben, tüzérség és gyalogsági tűzben kellett átkelni, ami bizony meglehetősen nagy veszteségeket okozott számukra. A híd lebontása egy bizonyos Kálberg százados volt felelős a Prohászka gyalog ezredtől, aki ezt a feladatot Kovelán meg is tudta oldani. Most érkezett a futár, hogy az osztrákoknak sikerült átkelni a túlsó partra. Még néhány elszakadt csapatot küzd, de hát azt hiszem sok esélyük nincs a túlélésre. Más nem leítatják őket. Tehát a császárok átkeltek a túlsó partra, a hidat sikerült lebontaniuk. A magyar csapatok nem üldöznek, de igazából nem is nagyon akartak üldözni, hiszen Görgei tábornoktól olyan parancsuk volt, hogy foglalják vissza a Zagyva vonalát, és tartsák is ezt meg. Nem is akartak tehát tulajdonképpen üldözni. Persze huszárok átkeltek a híd mellett a folyón, és ők azért még az biztonság kedvére az ellenséget picit próbálták üldözgetni, magyarozgatni. Ez sikeres is volt, oly nagyon, hogy Slik tábornok meg sem állt gödöllőig. Képzeljék el, császárik egész nap itt harcolnak, majdnem
Hortig elmennek, utána még este elvonulnak vissza Gödöllőre. Nem kis ment teljesítmény. Tisztelegjünk azért egy kicsit az ellenség előtt is. De még nagyobb tisztelet jár a honvéd seregnek, akinek sikerült visszafoglalni 60-t, sőt, még abban is megakadályozták a császárják, hogy felgyújtsák ezt a gyönyörű települést. Óriási siker ez így április 2-án. A 3. hadtesthez tartozó Viszocki hadosztály is visszatérhetett Csányba, majd csatlakozva Jászberénynél a magyar csapatok főerejéhez, folytathatta menetét tovább Nagykáta, Tápióbicske, Isaszeg, Gödöllő felé, és folytatódhat majd a tavaszi hadjárat, amely óriási eredményeket mutat föl a magyar történelem legszebb hete, ez az április 1-től 7-ig tartó időszak, hiszen két ütközetben, itt 60-nál is, Tápióbicskénél és egy csatában, Isaszegnél megvertük a császári csapatokat, amelyeket végül is arra kényszerített a magyar honvédsereg, hogy kiürítse a Duna-Tisza közét és visszavonuljon Pest védelmére. A fiatal honvédsereg tehát tökéletesen megállta a helyét. Óriási volt a lelkesedés, parancsnokok Pöltenberg és Gáspár iránt. A csapatok átérezték ennek a győzelemnek a fontosságát. A tavaszi hadjárat természetesen gödöllői haditanács határozata értelmében folytatódott, úgyhogy a magyar csapatok eztán Komáromig jutnak el, majd elfoglalják visszafordulva Budavárát, úgyhogy május végére elérik azt, hogy a császári csapatok Magyarország 95%-át elhagyják. Egész Pozsonyig vonultak vissza, és ismerve azokat a leveleket, amelyeket ebben az időszakban írtak Bécsből, Szentpétervárra és Varsóba, a cárnak, illetve az orosz főhadiszállásra, bizony azt láthatjuk, hogy borzasztóan féltek attól, hogy esetleg a honvédek még nehogyisten Bécset is megtámadják. Olyan pánik lett úrrá a császári vezetésen, hogy egy nagyon megalázó szerződést kötöttek a cárral, hogy küldjön ide Magyarországra egy olyan hadsereget, amilyet a cár soha történelm során még sehova nem küldött. 200.000 ember plusz 60.000 tartalékot Galíciával. Soha nem látható méretű hadsereg volt ez, ami 1849 nyarán Magyarországra betör, és a magyar honvédsereget fegyverletét erre kényszeríti. Ezzel tulajdonképpen véget is ért ez az ütközeti csata bemutató. A hagyományőrző csapatok pedig körbejárnak és mindenhol tisztelegnek önök előtt, akik végignézték az ő bemutatójukat. Megköszönve egyúttal, hogy megtisztelték tekintetükkel, figyelmükkel mindazt, ami itt történt. És úgy hallom, hogy most már a stúdió is szép lassan áttér a menet ütem zenéjére, hiszen kezdődik a menet a hagyományőrző csapatok felvonulása. Tehát önök előtt most elvonulnak a katonai hagyományőrzők. Megpróbálom őket a teljesség igényével felsorolni, de ez nem biztos, hogy menni fog. Elő ezek a szép piros galléros és hajtókájú gyalogos, ők a 34. gyalogezred katonái, mutattam, ők Szolnokról és Kecskemétről jöttek. Nagy tapsot megérdemelnek ám. Gyalogosok közül itt vannak még a váci nemzetőrök. Tüzérségi csapatok Szegedről érkeztek, Tápióbicskéről és szintén Vácról. A lovas csapatok pedig Kecskemétről, Mogyoródról, Vácról, Boldogról, Jászfényszaruból. Thank you.
kordágyak üresek, úgy látszik, hogy sikeres volt a harc. Vagy a markotányosok eltüntették a sebesülteket. És érkeznek az említett lovas csapatok, és hát tulajdonképpen itt mindenki huszár, még ha időnként beöltöznek ilyen vértes jelmezbe is, de hát higgyék el, hogy ők örülnek ennek a legkevésbé. A huszárt tartják a legmagyarabb katonának. Jókai írt annak idén Simonyi óbester életéről szóló könyvben, hogy még amikor fiatal káplár volt, egyszer a Rajna vidéken találkozott huszárokkal, akik nem ismerték őt, fősőt rálőttek és visszavonultak. És Simonyi nagyon csodálkozott, hogy hát milyen huszárok azok, akik őt nem köszöntik. És akkor Jókai azt írja, hogy hát Simonyi akkor még nem tudta, hogy az európai nemzeteknek van olyan embersége, hogy maguk közül a legjobbakat kiválogatja és magyar ruhába öltözteti. Ők voltak a huszárok. Lovasok beérkezése után, tehát a hagyományozók felsorakoztak előttük, még egyszer köszönjük nekik ezt a szép és színvonalas bemutatót. Itt hívnám a figyelmüket, hogy ezzel az eseménnyel tulajdonképpen elkezdődik a tavaszi hadjáratnak az esemény sorozata. A következő napokban még majd több helyen is lesz a folytatása ennek a rendezvénynek, például is 4-én Tápi Öbicskén, 6-án is a Szegem. Valószínűleg még több helyen is, csak innen arról nem tudok. Tehát érdemes ezeket a helyeket fölkeresni. Honlapokon, különböző helyeken lehet tájékozódni ezekről az eseményekről. Amikor a rendezvény véget ér, a huszártábor, illetve a hagyományőrzők tábora természetesen nyitott. A katonai hagyományőrzők szeretettel várják az érdeklődőket, hogy megtekintsék felszerelésüket, fegyvereiket, lovaikat, és természetesen magukat, a hagyományőrzőket. Egészen páratlan szerencsék van, ennyi lovas katonai hagyományot együtt látni elég ritka esemény, főleg még ha rohamoznak is, szerencsére nem minket. És akkor egyúttal én is megköszönöm a figyelmüket, hogy végigkövették velem ezt a bemutatót. Aki esetleg még többet akar 48-as hadtörténetről hallani, elsősorban a fiataloknak mondom, nyugodtan jelentkezzek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, hogy sok-sok hadtörténelmi órán lehet részt venni. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!